Az időjárás változásnak következménye, hogy a természet az idei évben 2-3 héttel előrébb tart, ami a szőlőtermelésben is igaz. Szoktuk mondani, mi szőlészek, borászok, hogy azért óvaintek mindenkit, hogy tippeljünk, hogy milyen évjárattal állunk szemben. Hát látjuk, érezzük a különbségeket, az éghajlati változásoknak a különbségei, milyen hatással vannak magunk az emberekre is, a szervezetünkre, így a szőlőnövényt is sajnos keményen érintette ez az erőteljes meleg. Itt elsősorban nem arról van szó, hogy asszálytünetekkel nézünk most még szemben, hiszen a szőlőnek azért tudjuk a visszaztartása miatt az asszály kevésbé szokta érinteni a mi borvidékünket, viszont ez az extrém meleg, az UV-sugárzás bizony károkat tudott már okozni a fürtökön. Ilyenkor óvaintek mindenkit, hogy a leveleket kitépje, inkább hagyja árnyékban szépen a szőlő gyümölcsöt. Majd, hogyha elindul a zsendülés, akkor a levelezés is előtérbe kerülhet. Az biztos, hogy nagyon korai szüretről van szó. Talán 2018 volt egy ilyen hasonló évjárat, amikor ilyenkorán kezdtünk el a szüretet. Emlékezhetünk akár az április időszakra, hiszen a koraiságát nem a júliusi időjárás határozta meg, hanem az enyhe tavaszi. A korai szüret miatt a borászatoknál a megszokott munkameneten is változtatni kell, ami külön odafigyelést igényel. Viszont korábban kóstolhatjuk majd a hegylevét. A szüreti fesztiválon már lehet találkozni majd új borral. Hát, hogyha augusztus elején Irsai Olivér az a szeptember közepi szüreti fesztivál nem is igazából nagy kihívás, nem is kell annyira rohanni a készítésével. Augusztus végétől pedig egészen biztosan szüretelhetőek lesznek azok a vörös fajták, melyek az üdítő rozé alapanyagául szolgálnak.